tudja a lehetőséget, és örömet fog jelenteni mindannyiatok számára, hajrá! És nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt vagytok. Köszönöm! A versekben megénekelt szerelem néha nagyon más, mint a verseket író költő tényleges szerelmének. És még inkább más a versekben a szerelem tárgyaként, múzsaként üdökölni, mint ténylegesen együtt élni egy húsvér költővel. Erről mesélünk ma, így szerettek őt. Ha élet ha, te tudod nálamnál jobban. Nem volna reménytelen talán az összetartozásunk. De másoknak milyen szenvedése árán. Én Attilához kötöm az életem, Zilla nem hagyhatja el a feleségét. Nekünk találkozunk sem szinte. November elején szárszórózott a nyelvéhez. Pár hét múlva meglátogattam, Attila búcsúzásakor az induló vonat mellett szaladt, hangja vidám volt. Karácsonykor esküszünk! Olykor meg az sem biztos, kinek a múzsája és valójában az a múzsa. 1920. decemberében a 20 éves Szabó Lőrinc felhívta a telefon a mennyasszonyát, 25 éves Tanner Ilonát. Megjegyeztünk Mihállyal, hogy magát én helyettem ő fogja elvenni feleségül. Magad tényleg? Nem, de inkább mondja el Mihály. Te vagy. Köszi csókolom, itt Mihály. Igen. Nem aludhatunk együtt, mert az nincs kizárva, hogy én megbolondulok az éjjel. Benedek Elek másfél év udvarlás után belépett a Stravinba és a Lámédián. Kisasszony, gyönyörű állatlással, virágos almafa tövében szenderegtem, és maga égőpiros rózsát ejtettem el. Igazat jelentem.